Sziasztok, üdvözlök mindenkit! És elsősorban szeretnék mindenkinek boldog karácsony kívánni, karácsonyi ünnepeket. Nos, szóval már elérkeztünk a karácsonyi kiadósunkhoz is. Kis karácsonyi farming szimulátoros videóval készültem nektek. Remélem, hogy így karácsony este jól fog esni a nézőimnek a egy kis farming szimulátoros videó, mint karácsonyi ajándék. És van egy bejelenteni valóm számotokra, már a BND Place egy fél éve működik már, és eddig elég jó közösséget sikerült összeszedni, és köszönöm mindenkinek, hogy eddig is követi a BND Place csatornáját, és remélhetőleg minél többen leszünk majd a csatornán. Na és kezdjük is el a Farming Simulator-t. Nos, az előző részben lehetett látni, hogy elkezdtük hordani a szalmat a traktorral be a felszedővel. Most nem tudom, hogy hol van a felszedő szekerem. Ott van kint. Úgyhogy megyünk a szalmát be is visszük, azt sem tudom, hogy hova vittük. Szóval itt a traktorunk. Beindítsuk a motorja, ott éjjel 3 óra, hajnali 3 óra 21 perc van. És mi pedig hordjuk a szalmát hajnalon. Lássuk csak, bevisszük. Éj az autó, ki lesz a gyorsabb, én vagy az autó? Menj ma, ne akadozz. Nos, továbbra is ez a cél, hogy behordjuk azt a fraunya szalmautot, de mert visszakeressük a pénzt, amit kivettünk a kibérlésre a gépezetünknek. Most a folytatásban fogalmam sincs, hogy mit fogunk csinálni, úgyhogy majd az eldöntöm majd. Éj. De jó lenne, ha sikerülne a földünket megművelni. Megvan nekem a tarcsa, hogy betarcsolzom majd a földet. És azon gondolkozom, hogy muszáj lesz megvenni a másikat is, de már telket is kéne venni. Ha már tudjam fejleszteni a farmingomat. Nos és itt is volna. Hordjuk a szalmát folyamatosan, de az őrültek, hopp! Ez az felbőg a motor is, ahogy... Mivel megvolt a frissítés, ezért... Már... Lehet, hogy volt benne egy kis grafikai... változás. Úgyhogy... Elég jónak tűnik. Hanyas verzió van? 1.2 valami. Nem nagyon figyeltem, hogy hanyas a verzió. De... Megjött bele az új frissítés. Megoldottuk. Kis lampa, nagy lampa. Jön a betonkeverő. Hello! John Deere vagyok. Jó, itt nem jön semmi, forduljunk ki. Na és a műszerfal is mutassa. Visszaemlékszik a 2011-esre. Beletettem a kamerát a vezetőfülkébe. Szinte semmit sem lehetett benne látni, mert minden szürke volt, meg mosódott. De az képest, hogy a grafikai változások nagyon-nagyon megváltoztak, csak nekem befizetődött a földem. Na jó, itt melyiket? Ezt vagy azt? Na jó, indult. A Bergman felszedő szekerünk.
fordulj. Szóval így végeztünk. Beolok ezt a sort is felszedni. Szóval majd az ötben neki alunk tartsa, az nem így győzünk vele. Gyerünk, mi van, nem bírsz? Fosik a traktor, gyerekek, nem bír. Dízel, de hogy? Dobnak fölföl, nem fog mindent repülni, szalgódani. No. Dombról lefelé még tudjuk, hogy gurulá, tudjátok mi. Na és most csak ez a két nyambet sor maradt. Cowboy, két fuvar, úgy tudom én. Többi majd úgyis bele tartsz, ami még maradt. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! És muszáj lesz bekeresni egy csomó pénzt, mert... Mert megtervezem venni azt a nagyföldet ott a háttérben. És valami kukoricasztalt kéne kibérelnünk, hogy neki tudjunk anyjára kukoricát levágni. De már megtelt a traktor, vagyis a felszedő. Szóval kibeszalad valunk, mint az őrült idióta. Jól lemoztam itt a füvet, atya úristen. Csak egy kisebb kaszaut kéne venni, azt mehetünk kaszaun. Nagyon elrontottam, mint hogy vettem volna a két földet egyszerre. A legalapvető gépeket meg kibéreltük volna ennyi. A Versatil kombány van éppen nekem mostan. Orosz kombány. Így a legjobb dolgozó fényel az úton menni. Az jobban kezelhető a traktor, azt veszem észre. Vagy csak úgy képzelem. Jó a rugózósa benne. Na jó. Ó, oh, wow, real. Be kell keresni jó sok pénzt ebből. Ha-ha. 74 ezer eurónk van. No, elég jó. Adja most hét. Elég jó. Megnézzük azért, hogy jön-e autó, vagy nem jön. Ó! Oh. Csak az az, hogyha szervizelni kell a traktort, hogyan, hogy a fenébe kell azt tett? Nem tudom, hogy kell a traktort szervizelni. Üzemanyagunk van még elég. Pedig ezt a traktort használom a legtöbbet. A fendre nem igen hiszem, hogy rá lehet tenni a torcsot. Gyenge hozzá. Mert muszáj először nagyobb traktort is vennünk. Jó volna, nem lenne hülyeség. Itt az egy viskótanyom.
Nu är det bara för nu. Mi vaan nämä lautut, että tytöt ovat hautuja, niin ei ole probleemia. De nem fog belemenni az egész sor, ez az. Pedig a vége itt van valahol. 4 óra, 6 perc. Kora reggeli órák vannak. Milyen szépen irányítódik a kerekautód. Wow! Gardon is mozog, mint az igazi. Jó. Ez igen, hogy még a Gardon is ülötyög rajta, vagy mit csinál. Szépen tartsad így egy vonalba. Nagyon jó. Örülnék, ha belemenne az egész. De nem lesz olyan szerencsénk, fogadok. Nem lesz olyan szerencsénk. Jézus, az. Az én drágaságos John Deere traktorom. Nagy puszit adnak neki legszívesebben. Mert nagyon aranyos gépecske. Jó, nem fog beleférni az a power meter. A rohadt életbe. Vagy? A ma ezért nem jövök vissza, az biztos igaz. Az biztos igaz, hogy ma ezért nem jövök vissza. Felakasztom a torsót, ezt megcsinálom a forgót legalább. Ezt majd a reggeli órákban elkezdünk akkor kukoricát aratni. Kell. Be. De nincs forgalom, ez nagy csoda. Ó, lemenjek az útról, baszkiri. No. Meg is érkezünk ebbe a fityilóba. És be ide, hopp. Így beteszem a ilyen kanyart beforduló. Jó. Körült. 72.950-et kerestünk be. Szóval még plusz 2000 eurós hasznunk is van. Nem nagy szám, de ott mit csináljak. Szóval ezt bemenjünk, leakasszuk és kezelésbe viszik akkor a földet, betorcsózzuk. Mi az ördöggel vessem be, mert nincs vetőgépem. Vagy épp, hogyha a kicsi Weatherstone, inkább jobban ki kéne bérölni. Stop templót senki nem veszi figyelembe.
pitäisi polkua damagea tuo panoura. Voi lauttaa tää käräkä Zigbe. No. Ei näitä levana kasva minden etsora. Joo. Tai on kikki jos sentis nyt minden. Tääkki ydäs as... Anak nem akarja olyat semmi. No. Próljunk bele. Jói. Minden ütön csupa fűmau. Mint a csúszná a borona, van nem? Vagyis ez nem borona, hanem tarcsa. Ó, itt elmaradt egy fél sor, na nem baj. Á, na, jobb lesz a föld. Új, most már csúszik, nézd meg, hogy félre megyen a tarcsa. Nem baj. Vaj. Szóval megyünk a sebességből. Majd a szélit megcsinálom a végén. Oda-vissza. Letartozzuk ma a saját földünkkel foglalkozunk, most nem menjünk senkinek dolgozni. Ez a kis borona elég ez a kis traktorhoz. A borona tartsa. Taonyéros borona, nem? Mindegy, majd a szélét megcsinálom utána. Ez úgy is fog kinézni. Gyönyörűen. De akarjuk, hogy bevessük, muszáj még tartsózni. Most egyelőre szontani nem fogunk. Csak most jó ránézni a pénzösszegre, megdagadtotta elég jó. 75 ezernél tartunk. Így kell megfordulni a traktorral. Hajnali tartsózós. Kora hajnalba. Szóval ezt egyenesítsük ki, ne legyék olyan, mint a kígyó. Pont jó sikerült letennem. Mindegy, úgyis meg fogom én a körületet csinálni rendesen. Hogy azért kinézem valahogy. Ha de csak ilyen összecsapott, mit tudom én milyen munka legyék. Tróger munka.
meio massa na vida. Ora, da, leggi dolci, canna me pare di tua coverta per riva. Ulle. Hyvät etsäryä näyttöä kyntät. Niin. Ideota. Auto tali kriks kraksos. Hokus pokföld. Nos. Csak ennyit tartsasztunk meg, Jézus Mária. Meddig lehet feltekerni ezt a csak eddig? Mint a műhold szatellitról követnék. Még valamit akartam benne csinálni, mit? Kampányok nincsenek. Most munkahost nem engedhetünk meg magunknak. Lassacska, lassacskon haladunk. A burinót szépen be dolgozzuk a földbe. Korrekt kis tartsa. Már nincs is. 5 óra 9 perc van. Jaj. Szép földet szeretnék. Gyönyörű, tökéletesebb. Mondjuk a negyede még volna. Negyede. Meg a negyedétől egy köpet több. Talán annyi. Úgy valahogy körülbelül. Fordulj te! Gépezet. Ah, mondjuk rá megvan a felé. Hát jól néz ki, ennyit mondjuk rá. Ezt a nagy füveket is nézni, hogy lapú, vagy mit tudom én, keserű lapú. Keserű lapú. De van itt minden. Cserbóka.
Marha valaki tudja, mi az a gyermek lancfű, de hát ez... Az egy kutyafű. Attól nem szabadul meg az ember, hogy könnyen. Gyökere még egészen... Ausni kell egész, de majdnem kínaig. Utána elkezd... No. Boronaj még egy hektár. Kertész. No, vagyis a, visszatérve a gyermekloncfűnek, ott olyan hosszú a gyökere, elkezdel itten ásni nálunk. Kínába találom meg a másik végét a gyökerének. Olyan hosszú. Haladunk, haladunk, mint az őrült, gyilkos tempóba. Mondhatom rá, hogy a felét meg is csináltuk eddig. Hát szóval ez a helyzet. Kapcsoljunk lampot. Nos, a sajnos a mai videónkban csak ennyi fért bele. Szóval elég jól dolgoztuk most, amíg csináltuk a fölnek a felét, már kezd viradni. De csak sajnos a videóban ennyi fért bele. Ha tetszett a videó, lájkoljátok vagy kommentoljátok. És hogyha nem vagytok feliratkozva a csatornára, iratkozzatok fel rá, hogy ne maradjatok le a következő Farming Simulatoros videóról sem. És mindenkinek további szép karácsonyi estét kívánok. És találkozunk a következő Farming Simulatoros videóban. Addig is, sziasztok!